Az egykori köztársaság mozi épületében kialakított új kiállítóhelyen tartotta a jelölt bemutató programját a Fidesz. A párt városi és választókerületi elnöke Róth Péter köszöntötte a résztvevőket, majd bemutatta a párt hivatalos polgármester jelöltjét. Cserpalkovics András 2010 óta 3 cikluson keresztül dolgozott a városért polgármesterként, június 9-én pedig a 4-et is megcélozza. Nagyon gyorsan elment ez az 5 éves ciklus is, és itt vagyunk most is egy megmérettetést megelőző néhány hétben. Megtisztelő, sőt mondhatni, hogy életem legnagyobb megtiszteltetés, hogy azt a várost irányíthatom, vezethetem, én már 14 esztendeje, amihez minden köt, magánemberként is, családomon keresztül is, és igazi lokálpatriótaként igyekszem mindent megtenni egy csapat élén azért, hogy ez a város fejlődjön, városüzemeltetést biztosítani tudjuk, a közszolgáltatások színvonalát folyamatosan emelni tudjuk. Cserpalkovics András a jelöltek bemutatása előtt szólt terveiről is, és kiemelte, hogy számára továbbra is Székesfehérvár, a város fejlődése és az itt élők az elsők. Mint elmondta, bár egy politikai közösség tagja, a munkája során minden esetben a város érdekeit tekinti elsődlegesnek, politikai hovatartozástól függetlenül, sőt, egyáltalában nem szeretné, ha a politika, kivált kép az országos politika, bármiféle vetülete megjelenne Fehérváron. Mértéket tartva dolgozunk közös otthonunk biztonságáért, ezt vezérelmnek tekinti tevékenysége során a város polgármestere. A jelölt bemutató helyszíne a Nemzeti Emlékhely látogatóközpontja jól mutatja, hogy a történelem és a modern technológia nem csak hogy jól megférnek, de erősítik is egymást. Ez az épület is mutatja, hogy itt van a modern technológia, egy kihívásoknak megfelelni képes folyamatosan fejlődő város, és az a kettő dolog, ez ugyan csak látszólag ellentmondás, mert hogy egymást inkább szerintem nagyon is erősíti és segíti. Mi egy ilyen várost szeretnénk építeni, fejleszteni, ami büszke a történelmére, de egyúttal a modern idő kihívásaira is jó válaszokat ad, mértéket tartva, a székesfehérváriakkal közösséget alkotva, így indulunk neki a következő időszaknak. Az este megköszönték az elmúlt ciklusokban végzett áldozatos munkáját a visszavonuló képviselőknek, majd Cserpalkovics András bemutatta az önkormányzati választáson induló képviselőjelölteket. A Fidesz jelöltjei a KDNP támogatásával a 14 egyéni választókerületben a következőek. Lerner Zsolt, Dr. Kovács Zsoltné, Patik Ferenc, Molnár Tamás, Mészáros Attila, Brájer Éva, Balog Gergely, Viza Attila, Szontágné Kovács Erika, Földi Zoltán, Deák Lajosné, Östör Anna Mária, Róth Péter, valamint Békési Ferencné.